Na sziasztok, ott a kocsi, és most nem lesz kocsi vlog, bár hiányoltátok. Most egy gyalog vlog fog készülni, de azért onnan indultunk a kocsi és a kuka mellől. Joggal hiányoltátok, azt hiszem At is kommentelte be a... hirtelen akartam mondani ebbe a nézői csoportban a Facebookon, hogy kocsi vlogot nem készítettem, mert hogy voltam megint a Bakancsoson. Hát aki tagja a nézői csoportnak, már láthatta az egyik ilyen képeslapot, amit ott sikerült megvásárolni, egy ilyen régi villamosról. Illetve nem is a villamosról, hanem ugye az újpesti úszoda van rajta, így valami légi felvételről, tehát így föntről, és látszik rajta egy favázas, 1700-as S-típusú ikerkocsi az Árpád úton, ahogy így a kép aljában elmegy. Na, hát pár ilyen képet, meg kártyanaptárat, meg ilyeneket sikerült a Bakancsoson menni, vagy venni. Meg hát, ezt megmutatom. Ez olyan, amit már amióta videózok, tervezem. Látjátok? Titi, selfie bot. És igazából egy filléres dolog, csak most ezt elbasztam, mert kiakadt a kamera. Így né. Na, tehát egy filléres dolog, de mindig majd veszek, és mindig el lett felejtve. Tehát ilyen tök alap dolog, és ez most így véletlenül szembe jött, ráadásul még olcsó is volt, mert ilyen repicucból megmaradt dolog, és így a bolhán árulták. Úgyhogy fillérekből ezt így sikerült beszerezni. És most megyünk gyaloglogba a Nagyihoz. Viszont meglepetésnek vettem egy kis dinnyét, meg egy kis egyéb gyümölcsöt viszünk a Nagyinak, én meg állítok kapok krumplis tésztát, amit imádok. Egyébként voltam üzemorvosnál múltkor, képzeljétek el, kicsit magas a koleszteri, nem nagyon, csak fölötte van, úgyhogy elkezdtem egy kicsit vigyázni. Hát ugye, amit benne a belvárosba kajálok így ebédidőbe, minden ilyen olajba sütött, meg zsírba tocsogó, meg múltkor néztem, hogy például a levest vettem, borsólevest, az is ilyen vastag rántással, ilyen vastag zsíros rántással, ami finom, csak hát annyira nem egészséges, és most így egy kicsit odafigyelek erre a dologra. Hát így viszont nagyon nehéz, hiába van teli étteremmel a környék, ott a munkahely környékén, mert hogy belváros, meg ezért, de nagyon nehéz olyan kaját kapni, ami így megfelel ezeknek az elvárásoknak, és még finom is. Úgyhogy sokszor van az, hogy hideg kaja, de ott a hideg kajánál meg a szűk keresztmetszet a kenyérre való érzékenységem, hogy ezeket a sima felfújt fehér kenyereket, ezeket ugye nem nagyon eszem meg. És sajnos sokszor az ilyen elvileg jobb minőségű, tehát rossz kenyér, meg ilyenek, sokszor azt is ebbe a felfújt formában. Hát a hagyományos, úgymond a rendes magyar pékségek, de azok az albán pékségek, meg aztán főleg, tehát az valahogy nekem nem jön be, de ahhoz képest mondom, hogy ott a belvárosban dolgozom, állandóan kenyér problémáim vannak, tehát nem találtam még ott egy olyan pékséget, ahol jó minőségű pékárut stabilan lehet kapni, tehát a Spárban is, meg a CBA-ban is van egy-két fajta, ami finom. De például a CBA-ban is múltkor 9 előtt mentem, hogy 9-re értem be dolgozni, és már nem kaptam. Úgyhogy le kellett mennem az aluljáróba, hát jobb hiány vettem egy pizzaszeletet, ami viszont szintén zsíros, tehát ezért az legalább úgy kész van. Tehát ilyen dolgok vannak, úgyhogy kenyérgondok meg minden, én viszont lassan megérkezek. Itt vagyok a másik, a színes kukánál, és akkor itt zárom ezt a vlogot, majd live lesz a jövő héten, ugye kedden, a szokásos havi utolsó keddi live. Hát már csomó témát felírtam, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz a sztori. Na, köszönöm, hogy velem tartottatok ebbe a rökke, nem egész 5 perces kis kurta vlogban. Ezt a selfie botot mostantól használni fogom ilyen vlogos történetekhez. Ja, és még egy téma van, hogy indul a KISZ motorvonat hétfőn,
Úgyhogy hétfőn nem megyek kocsival, hanem vonattal fogok menni dolgozni, mert pont a reggel 7 óra, azt hiszem itt nálunk 7 óra 16-os, az lesz az, és akkor kipróbálom, meg majd hazafelé is próbálok azzal jönni, bár hát majd meglátom, hogy jön ki a munkaidő, hogy ugye ne túl keveset, vagy ne túl sokat legyek bent, mert azt hiszem 17 óra valahányos hazafelé az is az lesz. Na, úgyhogy megpróbáljuk, hát ha ezek a új vonatok beállnak, ugye nagy kapacitású vonatok, és nem lehet belőlük, nem lehet róluk vagont leakasztani, ugye, mert zárt motorvonat, tehát így talán élhető és használható lesz újra vasúti közlekedés, és akkor vissza tudok rászokni. Na, megyek a nagyihoz, sziasztok, csüssz!